Nézzünk szembe a múltunkkal. Mit lehet csinálni egy üres szobában, ami víz hangzik, mint a szar? Mit lehet csinálni, úgyhogy a ketten vagyunk itt? Azért vettük fel ezt a narancssárga ruhát, mert egy, az indexképen jól néz ki, kettő pedig, mint hogyha börtönrabok lennénk négy fal közé zárva. Gyakorolni kell, hogyha bármilyen veszély van, akkor fennáll az, hogy hátba támadnak, és akkor így egy kicsökös így hátra gyorsan. Bele. Ja! Bele. Szerintem inkább ezt ne! Megmutatom én, hogy hogy kell, jó? Balázs! Hallod, Balázs? Mutasd meg akkor a cigánykereket bele! Mit csináljunk? Mit csináljunk amúgy? Mit lehet csinálni ketten egy üres szobába? Meg kell tapasztalnunk azt, hogy telefon nélkül, internet nélkül... Van internet amúgy, csak ugye nem tudunk milyen eszközről rácsatlakozni. Igen, bedre egy boomer, de nagyon keményen. Mit lehet csinálni? Beszélgeti. Most mondtad, hogy telefonunk nincs, ez van. Nem tudunk beszélgetni. Próbáljuk meg, jó? Nem egyetetem, hogy mit tudom csinálni két ember egy bezárt szobába, hogy kijutni. Hú, reméltem, hogy ezt mondod. Így meg főleg. Jó, akkor Béter. Segítség! Éppen segítségért kiálltok. Segítség! Kussolj már! Nem baj, jó? Minden oké. Tehát kezdjük ott, hogy ebbe a sorokba lehet edzeni. Itt pedig lehet. Tehát mostni? Igen, persze. Szóval akkor, mert 2023 eddig hogy megy? Hát már május van, az már az 5. hónap, szóval az 5. hónapnál megy. Nekem eddig elég szóval megy, látod, most is börtönruhába itt vagyok, a régi nappalinkba, és videózok, vágod? Semmi nem változott, ez volna a beszélgetés. Hozzá fel egy témát. Milyen jó idő van, nem? Ez jó téma, tényleg. El kell ütnünk az időt. Nem olyat csinálok, hogy 24 óráig be vagyunk zárva, ide-oda, amoda. Egy napig be vagyunk zárva. Ez valami új, úristen, ez nagyon új most. Mi lehet, hogy freestyle-oznánk? Ott a kilincs az ajtón, mivel be van zárva a kilincsel. Ha sokáig itt ragadnánk, az arcodat megenném, Balázs Bedének eléggé betenni. Mondjad, te jössz. Itt vagyok négy fal közé, narancssárgába öltözve. Balázssal bárhol vagyok, úgy érzem, mint egy börtönben. Otthon írosgattad ezeket össze? Ja nem, hogy fekvőtámasz. Nem is tudok fekvőtámasz azért. Jó, akkor most felülés. Fú, itt a nyár, rég volt már lehűlés, nagyon várom a nyarat, jöjjön már felülés. Az kemény volt. Ó, esküszöm, nem tudok így most felülni. Amúgy én is, szerintem. Nem megy. De hozzá már fel úgy egy témát. Én tudok egyet. Politika. De amúgy fel se kell hozni. A börtönben ezért vannak tanulságában, mivel Magyarország is egy börtön. Pedig Nagy Feró most büszke lenne ránk. Iratkozzatok fel a tesókra! Na! Mi gyerünk, van? Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Gyerünk, 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 gyerünk! Szoboszló jöhet témából, tesó. Csillog, nagyon erősen csillog. Azt úgy hívják, hogy nap. Hú, berekezd pedilizni egy kicsit itt a négy fal között. Egy nagyon fontos dolog miatt hívtalak amúgy el ebbe a videóba téged. Nézzünk szembe a múltunkkal, tanuljunk belőle. Amúgy ez még mindig áll, jó? Hogyha 1 millió feliratkozó meg lesz, akkor kölyök is sorsolunk 1 milliót. Legyen 2. Akkor írjuk át 2-re. Mivel? Ez milyen régen volt már? Pontosan akkor, igen! Ezt most 2-t töröm, engem nem érdekel. Nem visz mindent! Fél órája vagyunk bent, én már meg vagyok őrülve egyébként. Nincs se telefon, se evés nyilván, mert az mindig kell nekem, tudjátok gyerekeket, na. Azon filóztunk itt belével, hogy mennyi pénzt adna, hogyha én most kezen állnék itt. Fél perc egy 10-es, egy perc meg 5000. Mi a logika ebben az? Huszonkilenc és 30. Már beesteredett? Csillagokat látni. Hát? Tényleg, hogy fogunk aludni? Bete, nem 24 óráig leveszünk ezt a tényleg, bocs. Nem emlékszem már, hogy ezt kinőttük? Bocs. Ruth Benedeket kérjük az olimpiai színpadra. És az intenzív osztályra azonhán. Ajajajaj, levette a fuxot, itt már baj lesz! Erre aztán felkészültél. Körbesítálok. Milyen piros lesz a feje. Tehát 2023-ban így néz ki, hogyha egy börtönbe bekerülsz, ez vár téged. De valójában tudjátok, mi vár téged ez? Szerinted nekem sárgább a ruhám, mint neked. Mi a f***on tál? Mi van? Na gyere ide, te
Hova tűntél? Itt vagyok, itt kamerázok. Te vagy az, jó? Elnézést, meg tudnál mondani, hogy milyen idő van odakint? Mit mondtál? Semmi, te mondtál. Mit kérdeztél az előtt? Anyámról kérdezgettél, bazd! Amúgy is az anyánk egy, mint ahogy mi is bele. Minden ember egy. Mi egyek vagyunk. Egyek. Jó, te kettő ember vagy, igen, tudjuk! Mi az? Semmi. Megakadt a szavam egy kicsit. Oké, most már visszaveszünk egy kicsit a színházi előadásból. Mérges az ég. Miért feküdték le ide? Hát csak bekülelsz csak. Ide? Aha. Na takarod el a szemed. Hogy? Hát úgy. Húzbosz? Na, tarts csukva a szemed, nyugodjál le a p***ába, semmi baj nem lesz. Edzeni kéne bele. Mert mi baj van velem? Most nem azért akarom neki mondani, hogy elkezdjen el edzeni, mert fogynia kéne. Mert amúgy... Valás, csak... mindent hallok, jó? Kamerához beszéltem, jó? Nem hozzá, a nézőkhöz! Kell fogni? Igen, látszik, hogy még nem fogta a súlyzót. Egyedül is megy. Legyél már itt. Egyedül is megy. Nem áll. Amennyit megcsinálsz. Annyiszor 5 forintot kapsz. 10. 20 forint! 30! És hogyha ezt egész nap itt csinálod, akkor lehet, hogy fel tudod tornázni egy ezresre. Már kb. 500 forintnál járok amúgy. Dehogy is. Hát még megyom úgy. Jobb kezedre kapsz 150 forintot. Számolod egyébként? 20 forint, úristen, látod mennyire megéri ez a videózás? Aha. Kicsit lejjebb adtuk a budgetot egy videó elkészítésére, mivel... Mi történt? Ennyi hát volt? Ennyi volt, a... rendben. Bede, gratulálok! Én vagyok a magyar Mr. Beast. 500 forint a nyeremény. Különösen komolyan! Egyébként meg vagyunk már 555 ezren. Gyerekek, köszönjük szépen! Öriből is puszilunk titeket. Megyünk felfele, nincs megállás. Nekünk ez nagy szám. Nekünk ez nagy szám. Mi leszünk Magyarországon az első, aki beelőzzük. Sandy Mandit. Azt hittem bőle tényleg, hogy egy öreg fickó vagy, aztán ezeket tudod. Facebookra nem posztolta senki. Nagyon unatkozom amúgy. El is vagyok fáradva a semmibe. De kényelmes a föld. Anya. Érdekes egy horkolás. Én szerintem egy 5 percért tovább nem fogom ezt bírni, úgyhogy nem sokára vége lesz ennek a videónak. Ugye hála Istennek vége, nem? Megprengelem. Amit igen, Balázs? Az első és a legfontosabb egy pranknél a színészkedés. Szia Balázs! Annyira örülök, hogy látlak! Amúgy ez még jó volt, igen, igen. Nem olyan volt, mint a Paranormal Activity-ben. Bú. Egyedül fogsz meghalni, te f***alak, kis kajakra mondom, meg ezt szétverem a pofádat, ha még egyszer ilyet csinálsz, Bele, nyugi van, már csak megijesztettek. Szia Balázs! Oh! Na ezt ne! Na ezt ne! Ezt ne! Na. Hogy nézel ki? Ugyanúgy, mint te, basz! A következő prank az már egy kicsit húzósabb, az így néz ki, hogy megfogod az ujjadat és elhiteted a barátoddal, hogy eltörtöd, fia, így. Hát igen, ezt visszafele nem tanultam meg, hogy kell, de így ma... Már tényleg egy órája itt vagyunk amúgy, és ez kajakra egy órája, tényleg. Itt vagyunk egy órán, nem viccelek, esküszöm, kajakra megbelincselhetnek, hogyha nem így van, de tényleg. Mivel beszélgessünk? Elnézést, tudom, hogy ismerem. Nem tudom amúgy. Skizofrém a csávó. Mikor Giorgioval voltam, mennyi helyre elmentünk? Legalább az alsó szomszéd tudja, hogy Bede itthon van. Ki a f***ot találtam egy dodolábújamra? Húha, Bede, ettől félsz? Lalival megbeszéltük, hogy dobja már be nekünk a mostani érettségit. Ugye a mostani eszünkkel ki tudjuk-e ezeket tölteni? Nem szeretnék. Matematika. Egyenesen odadobom. Szerintem a mostani eszünk ezt nem fogjuk tudni kitölteni. A matekot azért dobtam oda neked, mert én kettesre írtam meg. Én ötösre. A tuti! Ez rosszul esik nézni. Nem, nagyon rossz amúgy. PTSD-t hoz ki el belőlem komolyan. Csávó akkor érettségizett le, amikor nem kellett szóbelizni, vágjátok? Hát de ez milyen fontos, már nem tudom szóval eleve kiavítani az írásbelit. Igazolja, hogy a robusz oldalainak hossza 7,5 cm. Én, Tóth Benedek, igazolom, hogy 7,5 cm a rombusznak az oldala. Ez rengeteg feladat. Nem is értem, hogy én ezt hogy tudtam megírni amúgy. Miért nem szaladtam ki a felé nélkül? De most komolyan őszintén a tanárokhoz szólnék, hogy egész életünk arról szól, hogy bemegyünk az iskolába, és minden nap az érettségivel
adnak minket. Értem én, hogy fontos kell a jövőkhöz, meg tanuljunk rá, meg ilyenek, de aki nulla tudással elmegy egy ilyenre, az is, hogyha van logikája, ki tudja logikázni legalább egy 2-es, 3-as. Ne azt várják el a tanárok, hogy most bemagoljuk a sok és utána pedig kiköpjük erre az egy lapra, utána meg mehetünk a dolgunkra, hanem hogy ki tudjuk logikázni, a logikai rendszer kell megtanítani nekünk, nem az, hogy hogyan magoljunk, bazd. Hát ez... Ezzel semmire nem mentünk. Én nem írtam semmit legalább bele. Túl izgalmas volt. Nem, hát én elkezdtem csinálni. A mai IQ-kkal ezt már nem tudnám megoldani sajnos. Annyira fáj a gyomrom, meg hány ingerem van már ettől a... Mitől van? Összhang. A szobától? A szobától, igen, a szobától. Lalikám, legközelebb valami aromát is nyomjál már bele. Mi a f... Azt úgy intézünk már, jó? Jó. Azért fújtuk tele a szobát, mert hogyha már megvettük a füstgépet, akkor legyen már valamire használva. Sikeresebben voltunk egy órát, kimaxoltuk. Van kedved kimaxolni velem egy órát? Te látsz én van? Kiszellőzünk innen egy kicsit. Reméljük, hogy a tűzoltók nem fognak jönni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Csáv.